És ismét egy kis Fortnite. Végre megérkezett a replay funkció a játékba, és nem csalódtam az Epic Games-ben, ez Epic lett. A game, amit választottam, hogy prezentálva legyen az új funkció, talán életem egyik legnehezebb végső 1v1 harca, arról nem is beszélve, hogy tényleg egy epic küzdelem. Remélem élvezni fogjátok. Nem veszek egy tiert sem. Carriernél? Nem vágom, az micsoda. Kékben is van az új tárgy, na, és ez miben másabb? Lassabban készül el? Vagy mi? Martin, üdvözöllek téged is a szigeten, Habernek, és nagyon szépen köszönöm a támogatást, és azt, hogy... Mit csinálsz? A ládát nyissad! És levit 30 HP-t, fuck! Ez fura volt. És azt is nekem ajánlékoz a Twitch Prime-odat, küldöm neked is a győzelmet, Martin, csak hát látod, hogy mit történnek, itt olyan agresszív hölgyekkel futok össze, hogy... Akart a karbolni a szememen. Egyiket meg is sebesített egyiket elég keményen. Játék elején nagyon veszélyes. A 70 HP mozogni, mert ha nincs pajzsod, valaki jön egy pump shotgunnal, bap! Telibe ver is vége van. Meg vagyunk? Meg vagyunk. Fogjuk rá. Jó lesz így. Jó, Akcsi, téged is üdvözöllek, Zsombor, téged is mindkettőtöknek köszönöm szépen úgy szintén a támogatásokat, és hogy nekem elnékoztátok a Twitch Prime-otokat, és nektek is küldöm a győzelmet. Pater, mit tegyek a barátaim, nem akarom elveszteni őket, vedd meg a tiert, itt a pénz. Nem akarom megvenni a tiert. Beszélj velük, haver. Csak mondd meg nekik a frankot, mondd meg nekik őszintén, én mindig ezt szoktam tanácsolni az embereknek, hogy a legegyszerűbb és a leggyorsabb útja és módja annak, megoldani egy probléma. Ez az, ha őszintén beszélnek. Nekem is ezt javaslom. Tjú, azok gránátok, de rosszak. Aslan trip. Doni, köszönöm szépen a támogatást, és tényleg ennyit tudok neki javasolni, haver, hogy egyszerűen csak mondd nekik az őszintet, hogy te mit hogy érzel, te mit hogy látsz. Beszélni kell. Mindig ez a fő megoldás az életben. Mégis ezt használják a legkevesebb az emberek, meg ezt cselekszik a legkevesebb az emberek. Nem tudom, azt nem tudom, hogy miért. Ez az egy, amit én nem értem. Mindig olyan voltam, hogy bármi volt, én meg akartam beszélni. Voltam, amikor nem lehetett, persze. Van amikor nehéz. Amikor az ember úgy érzi, hogy van könnyebb út is ennél. Alapjában véve sokszor az ember úgy érzi, hogy beszélni nehéz. Nehezek azok a dolgok, amiket el akar mondani. Dani, kösz szépen még egyszer a támogatást, haver. Köszöntelek a békeszinget. Mögötte jött volna valaki, aha. Oh, gyere rám! Ez a boom! Hoppá, ott egy ember. Így lesz talán a legjobb. Hát ugye mennyi idő, mire beérek. Campfire ki se healelné teljesen a dolgokat. És egy játékos, mindenki most szalad befele.
Mi az? Láttam valahol. Szerencsére a kövkör az már jóval közel van. Kilőtte a csajszit. Mi a pecs? Mégse? Kinek volt a cucca akkor vajon? Ez most sose derül ki. Hogy ez ő-e. Aki onnan jött ki, reméljük, hogy ő az. Nem fog még onnan is lőni rám valaki. Kis csiki-csuki mindig kell. Megzavarjuk egy kicsit az agyát. Úgy ez nem is olyan magas ez az egész. Miért nem vagyok mindig aki pussol? Miért nem tudok senkivel maradni? Miért vagyok ennyire aggressive player? Nem lelépett az úriember. Na hát. Feljövök ide egy tetér és itt hagysz. Sokba került nekem ez a kis túrázás ide a hegyre, úgyhogy... Nem fog csak úgy menni, haver. Hova lett? Táncban nyomom, első nyomtam egy másik gombat. Ja, valószínűleg az F1, tehát az F1 vált át arra a jelenetre, ami ott volt. Az egyes gomb, meg ugye a tánc.
Ugye a B-t és az 1-es kell, hogy egyszerre nyomjam. Skippel az ember, az veszélyes. Na, veszélyesek az ilyen skippelő emberek, mert... Na, nehéz ellőni őket. Sajnálom, úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült fixálniuk. Ezzel a patch-el még. A skippelést. Az egyik ők biztos, hogy itt lesz bent. Ugye az John Wick. Másik? Másik az nem tudom, talán az az, aki elmenekült korábban? Maradjunk mögötte. Köszöntelek a béke szigetét. What the fuck? Miért rám lősz? Ez nekem nem éri meg. Tudod rámenni erre a tagra. Bárhol is legyen ez az ember. Másik arc, az nagyon durán ki akar maradni ebből az egészből, hogy elnézem. Másik játék a szajon. A launch pedig is, ez jó volt. Ne, hát ezt hogy kaptam be? Öcsém pöcse. Hogy kaptam ezt be? Bullshit. Másik player még nem tudom, szabadságot vett ki. Hát hogy nekem ugye elfogytak a rakétáim, neki meg még van. És figyeld, itt a másik játékos. Végül van a nyersanyag. Másik player az csak kempel. Nem tudom újra tölteni a gépfegyveremet.
Big Victory Match 2! Ez az! G to the G! Fuck yes! Hú! Get wrecked! Hú! Na ez a Get Wrecked tesó, ez a G to the G. Fú! Ma már volt egy nagyon kemény game, de ezt, hogy most így megoldottuk, fú! Hát a testem az olyan szinten van tele adrenalinnal, hogy az képtelenség, hogy elhidd. Képtelenség, tesó. Képtelenség, ami iszonyatosan brutál parán jól nyomta ez a másik játékos, arról nem beszélve, hogy nekem elfogytak a rakétáim, tehát nem tudtam válaszolni neki, egyszerűen nem volt elég nyersanyag, tehát láttatok, össze-vissza kellett mászkálnom a pályán, hogy összegyűjtsem a dolgokat, nagyon para volt. Fú, de para volt ez az egész, fú. G to the G, G to the G. Nézzük, hogy hogy érte ezt az egészet át. Ugye, csak azért még a rakétázást nézzük meg, hogy mennyit küldött ki. Hogy érte át ő ezt az egészet? Na várjatok is, várja. Megoldom én, de te az most összevágok neked itt egy videót mindjárt, hát ezt már rakom is fel a YouTube-ra. Minek kell várni csinálni? Hát ez szuper komoly egyébként ez az egész cuccos, ez is hatalmas nagy respekt, tehát tudják ő, tehát ez direkt ugye a videókészítés meg hasonlók miatt gondolom. Ha élvezted a videót, subscribe-olj, hogy le nem maradj a következőről. És hozd meg másokkal is. Ha nyomnál egy lájkot, nagyon hálás lennék. És sokat segítene. Ha élőben is néznél, minden nap livestreamelek délután 4-től, kivéve csütörtökön. Linkek a videó alatt. Remélem összefutunk ott is, és köszönöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb.